Kedves nézőink, köszöntöm Önöket Szegvárról, a Szentesi Paradicsom Kft. Újonnan megépült telephelyéről, ahol már beindult a termelés. Kedves Magdika, először is gratulálunk ennek az új létesítménynek a megvalósításához, amely magába foglalja az újonnan furt telmárkutat, egy üvegházkomplexumot és az ezt kiszolgáló létesítményeket. Mikor döntötte el, hogy a volt szegvári fűztelephelyén ezt a létesítményt megvalósítja? Tisztelettel köszöntöm a Kurcat TV nézőit. Régen találkoztunk. Köszönöm a gratulációt. Azt gondolom, hogy egy egész éves munka áll emögött a projekt megvalósítás mögött. 2020-ban döntöttük el, hogy megvásároljuk ezt a fűztelepet, és kiegészítjük még egy darab területtel, mert 2020 nyarán értesültünk róla, hogy a kertészeti ágazat versenyképességének a fejlesztésére egy nagyon jó kondíciójú pályázat lesz kiírva, ami egészen augusztus végén jelent meg, és utána kezdtünk a pályázat írásba, de akkor már megvásároltuk ezt a telepet, ismertük minden kondícióját, és erre képzeltük el az új projektünket. Azt szeretném még kiegészíteni, hogy nem csak ezt a projektet valósítottuk meg ebből a pályázati forrásból, a másik legnagyobb területünkön, a Szent Lászlói 4,3 hektáros paradicsom termesztő területen egy komoly logisztikai bázist hoztunk létre, ami már több éve igény volt, csak nem volt pályázati lehetőségünk ennek a megvalósítására. Feltétlen meg kell említenünk, hogy ezt a beruházást jelentősen megnehezítette a koronavírus járvány és az orosz-ukrán háború. Hallhatnának erről a nézők? Igen, azt gondolom, hogy manapság mindenféle problémára divat ezt a két sajnálatos eseményt említeni. A valóság azért azt gondolom ennél jóval cizelláltabb. Például 2022. januárjában, mint ahogy minden évben leülünk a fuvarozó céggel, tudtuk azt, hogy jelentős többletmennyiséget fogunk logisztikára vagy logisztikázni a piacon, és a fuvarozó cég egyszerűen nem akarta tudni, hogy mennyit kérjen, és nem akarta tudni, hogy egyáltalán elvállalja-e. És én azt gondolom, hogy mi azért pontosan láttuk, hogy mi van a háttérben, ők viszont csak azt látták, hogy rés nyílt a piacon, és rendkívül nagy a kereslet a fuvarozó cégek iránt. A valóság az, hogy volt egy Brexit, ahol különböző intézkedések hatására a kamionsofőrök nagy része eltűnt az országból, és hát kvázi összeomlott a logisztikai rendszerük. És Európából, így Magyarországról is a legnagyobb fuvarozó cégek oda szerződtek 6-8 hónapra, addig kiképezték a saját fuvarosaikat vagy kamionsofőreiket, majd visszatértek, és most fordított a helyzet, a magyar piac is megváltozott, ahogyan az európai piac is. Egyébként a koronavírus járványban mi már azt gondolom, hogy megtanultunk mozogni. Pontosan tudjuk azt, hogy 2-3 hónap időintervallum az, amennyivel előbbre kell hozni olyan input rendeléseket, amelyek pont időpontban vannak, amelyekre időpontban vannak szükségeink, és akkor zavartalan az ellátás. Amikor még csak Covidról beszéltünk, akkor még csak kúszó infláció volt, volt egy 10% fizetőképes kereslet visszaesés, de az infláció viselhető volt. A későbbi kialakult folyamatok hatására gyakorlatilag mi úgy kerültünk kapcsolatba ennek a háborúnak az esetlegesen erre mondható hatásaival, hogy a fuvarozó kapacitás Európában is csökkent. És azt tudni kell, hogy egy ekkora objektum felépítéséhez nagyjából 200 km csővezetékre van szükség, és a legnagyobb akadozás a 100 km hosszú vegetációs csövekből volt, aminek felét leszállították normál ütemben, és utána hetek teltek el, mire egy-egy kamion még megérkezett, de mi bíztunk abban az alvállalkozóban, aki ezt a feladatot végezte, mert
találkoztunk is már velük többször, együtt is dolgoztunk különböző projekteknél. Ők egy 350 éves múltra visszatekintő cég. Ők mindent időben megoldottak, csak nyilván mi itt az aggodalom szintjén vártuk, hogy mennyit fog késni a projekt. Mekkora alapterületen létesül? 40 000 négyzetméter, tehát ez egy 4 hektáros objektum, amiből körülbelül 2400 négyzetméter ez a csarnok, és az összes többi termesztőfelület. És milyen helységek tartoznak még hozzá? Hát a termesztőfelületek, és ahogy itt látható, minden technológia indító bázisa a csarnokban helyezkedik el. Ebben a csarnokban tárolják a kollégák a műtrágyát, de más helyiségeink is vannak. Egy a teleppel megvásárolt nagy, viszonylag romos épületet próbáltunk helyrehozatni, mert egy ekkora üzemnek azért komoly raktárra van szüksége. Ezt láthattuk a háttérben, és itt épül a közelben egy kis épület, egy 100 négyzetméteres alapterületű. Ezt mi úgy szoktuk jellemezni, hogy ez lesz a mi szellemi műhelyünk. Mennyibe került az egész beruházás? Kaptak-e hozzá támogatást és mennyit? Az egész beruházás megközelítőleg 3 milliárd forint volt. Ebből nagyjából 1,3 milliárd a támogatás, amit vélelmezek, hogy előbb-utóbb meg fogunk kapni. Benyújtottuk az elszámolásunk 80%-át július elején, míg a vizes blokkkal kapcsolatban szakhatósági papírokra várunk, tehát még egy 500 millió forintos támogatás elszámolással adósok vagyunk. Hát azt nem tudjuk, hogy mikor fogjuk visszakapni, de nagyon komoly önrészsel kellett készülnünk erre a beruházásra. És ez a beruházás, annyit elmondhatok még róla, hogy a rendkívüli pályázati lehetőség miatt gyakorlatilag azt jelenti számunkra, hogy a Szentesi Talapcsap Kft. Megvalósította egy év alatt a 6 éves stratégiai tervét. Ez nagyjából 6 éves programunkban volt. Én nagyon sok számítást végeztem ABC verzióban, de bárhogyan számoltam csökkentett termesztőfelülettel, minden veszteséges volt, csak egyben lehetett megvalósítani. Itt egy új termálkutat furattak, amelyről az Agrárpercek nézői már láthattak egy kétrészes filmet. Azonban azok a nézők, akik még nem látták ezt a filmet, kérem mondja, hogy mekkora a kút teljesítménye, mennyi vizet ad és milyen hőfokon? Igen, hát a termálkutunk az nagyjából márciusra készült el, március elejére. Annyit tudok róla mondani, hogy 2100 méter mély, a termálkút talphőmérséklete 85 Celsius fok, bár a vezető kollégám úgy tájékoztatott valamelyik nap, hogy a puffertartályban látható termálvíz hőmérséklete is eléri a 85-öt, tehát vélelmezhetően melegszik. Ennek a hozamairól annyit tudunk, hogy nagyjából 115-120 köbméter per óra kapacitásra képes maga a kút. Nekünk ennyire nincs szükségünk. Olyan szivattyúnk van benne, aminek a maximális kapacitása 95 köbméter per óra. Ezt a rendszert mi a létező leggazdaságosabban építettük fel a vállalkozókkal. Egy frekvenciaváltó szabályozza a termálkutat, akkor, amikor impulzust kap a puffertartálytól, akkor emel ki vizet, egyébként nem működik, és a puffertartályból különböző keverőtartályokba ideérkezik a fűtővíz, amelynek a növények számára szükséges hőmérsékletét a közben visszatérő szekunder vízzel próbálják kiegyenlíteni, és amit mi eldobunk, az 30 Celsius fok alatti víz. Az üvegházak tetejéről lefolyó esővizet is fel tudják használni? Elméletileg igen, gyakorlatilag nincs ilyen szándékunk, több okból. Egyrészt, mert ha visszagondolunk az idei esztendőre, ha ilyen aszályos vízben mi arra a vízbázisra alapoztunk volna, akkor most lehet, hogy nem is állnánk itt. A másik okom az rá, hogy én egy rendkívül súlyos kockázati tényezőnek tartom ilyen szabad felszínű, mások által hozzáférhető, megközelítő vízbázisból öntözni a növényeinket.
annál is inkább, mert nem voltunk kifejezetten kedves vendégek, amikor vállalkozóként ide települtünk, és kimérettük a telkünket, amit megvettünk. Itt mindenféle feljelentgetés, stb. Indult ellenünk, sőt, még olyan dolgok is történtek, hogy azonnal kerítést kellett építenünk, mert amikor már kezdtek megérkezni a beruházási anyagok, éjszaka furgonnal látogatták a telepet. Olyan is történt, amikor már kerítésünk volt, métereket kivágtak belőle, és mégis bejöttek. Kénytelenek voltunk vadkamerákkal felszerelni a környezetet. Minden értékes berendezéshez kamerát irányítottunk, és hát előbb-utóbb, amikor a kerítéseink meglettek, és meghirdettük, hogy vadkamerákkal őriztetjük ezen kívül a telkünket, akkor megszűntek ezek a látogatások. Most ahol ilyen rossz indulat övez egy ide települő munkahelyet teremtő vállalkozást, ott azt gondolom, hogy igen komoly kockázatnak kell kezelni a mások által hozzáférhető szabad felszíni vizeket. Az üvegházak kiválasztásánál milyen szempontokat tartottak szem előtt? Hát az üvegház az végül is technológiai felépítésében előttünk ismert, nagyon sok üvegházzal rendelkezünk, ismerjük azt a technológiai felszereltséget, ami fontos számunkra. Ez esetben én úgy döntöttem, hogy emeljük meg a vápa magasságot a szokásos 5,5 méterről 6 méterre. Én ugyan nem vagyok kertész, de a szaktanácsadóktól mindig azt hallom, hogy minél magasabb a légtér, annál jobb környezet teremthető a növények számára. Először mi paprikát akartunk ültetni, de aztán kijózanodtunk, mert láttuk, hogy a piac nem annyira árazza magasan a tévépaprikát, és akkor menet közben változtattunk, ami azt jelentette, hogy egy alternatív technológiát építettünk be, mondjuk plusz 20 millióért. Tehát ha mi valamikor úgy döntünk, hogy mégis paprikát akarunk, akkor leszereljük a fejfűtést, lerakjuk a talajra. Most fölemeltük a fejfűtés helyére. Nem szeretem én az egyirányú utcát. Egy vállalkozónak mindig kell menekülési utat hagyni. A piac változó, lehet, hogy jövőre mindenki tévépaprikát akar, vagy két év múlva. Nekünk ez egy 3 napos munka lesz átállni arra a technológiára. Már több hónapja folyik a termelés. Milyen eredményekről tud nekünk beszámolni? Hát eredményekről beszámolni igen korai. Itt a palánta ültetés május 26-án és június 4-én történt. 70 ezer darabról beszélünk. Ennek az ára több mint 80 millió forint plusz áfa volt, és nyilván ennek a kitermelése nem 2-3 hónap kérdése. A szeptemberi adatokat ismerem egyelőre nyert formában. Azt láttam, hogy 210 millió forint ennek a telepnek a megalakulása óta megkeletkezett költsége. Nagyjából 150 millió forint árbevétele volt eddig, és az eredménye pillanatnyilag mínusz 66 millión áll. Amikor indultunk, ez mínusz 120 millió volt, nyilván a palánta felnyomta, és azt tudni kell, hogy egy ilyen vadonatúj telep, vadonatúj alkalmazottakkal ellátva azt jelenti, hogy a kezdeti időszakban még nem annyira hatékony a munka, lehet, hogy több ember kell, minden bizonnyal biztos, hogy lassabban fognak dolgozni, kollégáim óriási türelemmel próbálják őket tanítani, és talán majd ők elmondják, eljutottunk már odáig, hogy most már tudják, hol vannak, mit kell csinálni, stb. Én azt gondolom, hogy a plusz-minusz nulla és a mínusz 20 között évvégén elégedett leszek. Én nem kívánok beavatkozni a mérlegbe az eredmény optimalizálása érdekében, mert rendkívül veszélyesnek tartom a 2023-as évet. Azt gondolom, hogy nem ez a legnehezebb évünk, hanem a következő. Akkor már 400 fölötti árfolyamokon vásárolunk inputokat, és a jelenleg látott inflációs ára 2021-hez képest az összes inputunk vonatkozásában, ami anyagjellegű, 210 és 250 százalékos áremelkedésen mentek keresztül.
A fertőtlenítő jellegű szerek pedig elérik a 300%-ost. Sajnos ez már nem kúszó infláció, hanem vágtató. Az energiaárak is rendkívül megemelkedtek. Gondolom ez is nehezíti a tervezést. Az energiaárak vonatkozásában nekünk a mostani árakat látva azt gondolom időben sikerült egy 2,5 éves szerződést kötni a szolgáltatóval, ami azt jelenti, hogy 109,50 plusz 24 forint vezetékjog van ezen a telepen. Ezen a telepen kb. 800 ezer kilowattot tervezünk felhasználni egy év alatt, és 2,5 éves szerződést kötöttünk. Hónapok óta figyeljük, és szépül a telep környezete. Mit tesznek ennek érdekében? Hát én mindig úgy érzem, hogy nem elég gyorsan szépül, mert szóval azért elég sok mindent meg kellett itt oldani. A kollégáim nagyon sok építésből visszamaradt dolgot eltávolítottak már az elmúlt hónapokban. A dolgozóknak egy belső parkolót alakítottunk ki. A parkoló köré olyan növényeket ültettünk, amelyek 3 év alatt teljes árnyékot fognak adni. Amik itt láthatók, azok 1 évesek, és már akkor a leveleik vannak, hogy már fél árnyékban vannak az ott parkoló gépkocsik. Úgy tudjuk, hogy ön pártfogolja a fiatal munkatársakat. Milyen bérezési rendszert alakítottak ki ennek érdekében? Én szeretem a fiatalokat, és szeretek megbízást adni vezetőbeosztásban is pályakezdő fiataloknak, mert hiszem azt, hogy ha valaki erre a szakmára szánta magát, akkor kellő komolysággal fog neki látni. Másik telepünkön is egészen fiatal pályakezdő kollégák vannak, egyikben sem csalódtam. A bérezési szisztémánkat már legalább 4 évvel ezelőtt kialakítottuk. Én azt gondolom, hogy az a módszer rendkívüli módon bevált. Minden munkatársunk már a fizikai dolgozó kollégákat értem ez alatt. A saját képességei alapján annyit keres, amennyi a hozzáadott értéke. Tehát itt norma díjtételek vannak, és meglehetősen szórnak a fizetések. Itt a bruttó 240-től a 360-ig, holott szinte mindenki ugyanazt csinálja. Ez fog még emelkedni, amikor begyakorolják jobban, de összességében én elégedett vagyok velük. Ja, és az, ami külön specialitásunk, hogy kitűzünk bizonyos kiló teljesítmény eléréseket évente, és akkor december 10-éig minden dolgozónak, aki teljesítette az elvárásainkat, a saját átlagbéréhez mért 13. havi juttatást fizetünk. Nyilván ezen a telepen nem egész év lesz a számítás alapja, bármennyi veszteség is lesz, ezt mindenképpen adni fogjuk. Ez egy nagyjából fél éves időintervallumot fog átölelni, de tudomásom szerint néhány fizikai kollégánkat már régebben felvettünk és tanítottuk valamelyik telepünkön, tehát mindenkinek az itt töltött foglalkozási idejére vetítjük ezt. Kedves Magdika, kérem, mutassuk be a nézőknek, hogy kik irányítják a telepet a hétköznapokban. Igen, hát a hétköznapok helytartója, Magyar Ákos telepvezető, kolléga, kiváló kertészmérnök, már 4 vagy 5 éve dolgozunk együtt, egy másik telepen volt szintén házvezető, és hát őt jelöltük ki ennek a telepnek a vezetésére. A fiatal kollégám, Guba Marcel, akit szintén neveltünk, vagy 6 hónapig a másik telepen, gyakornokként, hogy készüljön fel technológusi feladatai végrehajtására, és hát én azzal indítottam útjára a kollégákat, hogy én csak végig menedzseltem, hogy megépüljön ez a projekt, addig beruházási jószágnak hívtuk, aktiváltuk, tárgyi eszköz, most már tőlük várom az eredményt. Kedves Ákos, kérem, mondja el a nézőknek, hogy mekkora területen és milyen fajta paradicsomokat termelnek. Üdvözlöm a kedves nézőket! 4 hektáron termesztünk paradicsomot jelenleg a fűztelepen. Van egy egyes blokkunk, itt 1,76 hektáron termesztünk koktélparadicsomot, szaulózófajtát, illetve a kettes blokk, ami 20 000 négyzetméter, ott pedig egy nagyfürtös fajtát, kletégó
fajtát termesztünk. Meg van elégedve az eddigi termés átlaggal? Tekintve azt, hogy mikor ültettünk, illetve ennek az időszaknak a nehézségeit figyelembe véve, valamint ahogy Magdolna elmondta már előttem, hogy új üvegház, új dolgozók, nyilván minden nehézségekkel együtt, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyjából amire számítottunk, körülbelül ott vagyunk, igen. Sikerül-e elég munkatársat találni? Igen. Szerencsés helyzetben vagyunk, tehát Szegvár és környéke mindig is rendkívül jó munkaerő alapot biztosított a Szentesi Paradicsom Kft.-nek. Azt kell, hogy mondjam, hogy a dolgozóinknak legalább a fele helyi lakos, illetve a maradék 50% pedig a környékből, Vásárhelyről, Mincentről, illetve Szentesről jár be dolgozni. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Kedves Marcel, ön nagyon fiatal, hogyan szánta rá magát a kertészkedésre? Hát ez nem volt kérdéses, hogy a kertészetet választom, hiszen szüleim több mint 30 éve foglalkoznak kertészeti tevékenységgel, és mivel hogy ebbe születtem bele, így hát ebben is akartam elhelyezkedni. Így mikor jött lehetőség, hogy a Szentesi Paradicsom Kft. Új építésű üvegházában dolgozhassak, így egyből éltem is a lehetőséggel, és nagy örömmel vetettem bele magam a munkába. Elfogadják-e a munkatársak az ön véleményét? Hát a véleményemet még igazándiból nem, de nagyon segítőkészek, és bármikor, amikor segítségre vagy tanácsra van szükségem, akkor készséggel állnak a rendelkezésemre, és nyugodt szívvel fordulhatok hozzájuk. Ez az első munkahelye a tanulmányai elvégzése után? Igen, ez az első munkahelyem. Júliusban, tavaly év júliusban, ahogy végeztem az egyetemmel, akkor láttam az álláshirdetést, és sikeresen felvételt is nyertem, és már szeptembertől be is állhattam munkába. Köszönöm szépen az interjút mindannyiuknak, és további sikeres együttműködést kívánok. Köszönjük szépen! Kedves nézőink, köszönöm a megtisztelő figyelmüket, kérem tartsanak velünk legközelebb is, a viszontlátásra!